Köszöntöm nézőinket! 11. alkalommal rendezte meg a civil napot a Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége. A Turivár körül zajló eseményen idén 17 egyesület vett részt. Idén is megrendezték a Bakonyi Vigasság Folklór Fesztivált Tésen. A tartalmas programok mellett vásári forgatag is várta a településre látogatókat. A világ legnagyobb könyvével is megismerkedhetnek ma, hogy hol található ez a kódex és mi olvasható benne, az a Globo Portréból derül majd ki. Ezekkel a témákkal is várjuk nézőinket, már is kezdünk. Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a civil napot a Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége. A Turivár körül zajló eseményen idén 17 egyesület vett részt. A civilek bemutatkozásán kívül többek között véradási lehetőség és népi játszóház is várta a kilátogatókat. A rendezvény egyik érdekessége volt a Veszprém megyei kutatómentő szolgálat bemutatkozása. A Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége 2007-ben alakult meg. A cél az volt, hogy egy olyan civil tömörülés jöjjön létre, amely összefogja a város egyesületeit. Azóta tartják meg minden év májusában a civil napot is. A rendezvény kiváló lehetőséget kínál a várpalotai egyesületek számára, hogy megismertethessék a lakossággal a szerteágazó tevékenységeiket. Ez egy informális szervezet, tehát nincsen bejegyezve, ez tulajdonképpen csak a tagok aktivitásán múlik, hogy mennyire impulzív vagy kevésbé impulzív, de mégis nevet azért akartunk ennek az összefogásnak, és mellette pedig két dolgot szerettünk volna elérni, hogy legyen egy olyan hely, ami csak a civileké, hogy ez a civil ház, akkor ez egyébként 2007-ben meg is alakult, és ugye még mindig a művődési ház oldalsó bejáratánál várja az érdeklődő civil szervezeteket. Mellette pedig szerettünk volna egy civil napot, amikor csak a civilek vannak, és ők mutatkoznak be ebbe a történetbe, és hát így jutottunk el odáig, hogy akkor már 11. alkalommal rendezzük meg. A civilek aktivitása nagyon változó a civil napot illetően. Ettől függetlenül az elmúlt 10 évben mindig megtartották a rendezvényt, hiszen a szövetség szívügyének tekinti, hogy rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi szervezeteknek. 17-en vagyunk itt, ez egy átlagos civil napnak mondható. Az érdekessége az mindig, hogy vannak oszlopos tagjai, akik állandóan itt vannak, mert fontos ez nekik, és mindig vannak újdonsult szervezetek, akik azt gondolják, hogy úgy érzik, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy őket megismerje a lakosság. De jöttek más településről, például most már 3. alkalommal van itt az Ajkai Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége, ők most pedig az Endiból állandó visszatérő vendégeink, és mi is rendszeresen megyünk az ő civil napjukra. Aztán van két olyan szervezet, amelyik igazándiból ilyen nagycsaládos gyerekprogramokkal foglalkozó szervezet, ők is most igazándiból újdonsultként mutatkoznak be a civil napon. 2007 óta vesz részt a civil napon a Magyar Vöröskereszt Várpalota területi szervezete. Az eseményen az elmúlt évekhez hasonlóan most is a véradást szerették volna népszerűsíteni. A véradás ugye ez egy nagyon fontos dolog az emberek életében, illetve nagyon sok véradónk van itt Várpalotán, úgyhogy egy lehetőség nekik, hogy próbálják meg itt a civilek között, lássák a munkánkat, és úgy próbáljanak segíteni a többieknek. A Vöröskereszt körülbelül 3 havonta tart véradást Várpalotán és a környező településeken, ahol rendszerint aktív a lakosság. A Gyermekmosoly Nagy Családos Egyesület először vett részt a civil napon. A tagok fontosnak tartják, hogy a városban élők megismerjék a szervezetet és a tevékenységi körüket. A fő tevékenységi körünk az a szociális, de egyébként foglalkozunk még kulturális programok szervezésével, és nagyon fontos számunkra az ifjúságnak a segítése, támogatása. Az egyik fő célunk az élet és az anyaság tisztelete, ami ugye nagy családosként egy fontos érték, és hát érdekképviseletet is ellátunk, amennyiben tudunk, de próbáljuk a fő tevékenységi körünket, ami egy kicsit egy ilyen segítés, adományozás, ezt a tevékenységet arra fókuszálva megvalósítani a programjainkat. A civil napon az egyesület elsősorban a gyerekek számára kínált érdekes, kreatív feladatokat. Egyebek mellett ilyen volt a kincskeresés is. A
Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület 2007 óta aktív résztvevője az eseménynek. Móroc Péter elnök szerint a civil nap kiváló lehetőség, hogy a város és a környék lakossága megismerhesse tevékenységüket. Az egyesületben kisgyermekektől egészen idős korúakig műhely foglalkozások keretében sajátíthatják el a sportág iránt érdeklődők a repülőmodellezés alapjait. Ezen felül, aki kedvet kap rá és szeretne, azoknak versenyzési lehetőség is biztosított. Mindezeket hazai és nemzetközi keretek között is tudják űzni. Mi is egy 3-4 éve most már nemzetközi szinten is a szabadon repülő kategóriában sikereket érünk el, ezáltal a klubunk és a város hírnevét is tudjuk öregbíteni. A sportegyesület standjánál szabadon repülő, illetve antik távirányítású repülő modelleket tekinthettek meg az érdeklődők, a gyerekek pedig tutót is kitölthettek. Az Együtt az Egészségért Természetgyógyász Egyesület az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki fő céljául. 2007 óta vesznek részt a civil napon, ilyenkor rendszerint a legkülönbözőbb reformételekkel várják a látogatókat. Mindegyik egészséges kenyérre, kennivalók, humusz, ami csicseri borsóból készül, akkor kaprostúros kence, így hívjuk, akkor édességek, amik népszerűek, egészséges méz, zappehely, sültrépa, egészséges szörpök. Igyekszünk odafigyelni az egészségünkre. A civil szervezetnek pozitív tapasztalatai vannak. A Természetgyógyász Egyesület elnöke azt mondja, a város lakossága szívesen fogadja az újdonságokat. Egyre nagyobb az érdeklődés. Egyik évben például kimondottan a gyerekeknek örültünk nagyon, ők jöttek a legjobban oda, és ők kóstolták a legjobban, még a cukrozatlan gyógyteákat is nagyon kóstolgatták, úgyhogy ezáltal pedig a szülők is jöttek oda hozzájuk, és végig kóstoltak mindent, úgyhogy egyre nagyobb az érdeklődés, hála Istennek. Dr. Dobos Tamás nagyon pozitívnak értékeli a civilek munkáját Várpalotán. Szerinte példaértékű a különböző városrészi egyesületek összefogása. Az ügyvivő úgy látja, nem csak aktívak a szervezetek, de igen széles spektrumú a tevékenységi körük is, ami színes és pezsgő civil életet generál. Nagyon sok olyan egyesület van, amelyek a lakókörzethez kötődik, a Loncsósi Baráti Kör Egyesülete, vagy például a Rákóczi Telepi Baráti Kör, de ugye most már a Kismezőn is ugye létrejött egy ilyen kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, mert a helyben lévők, az ott élőknek a közösség formálásában vesznek részt, és azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészítik a helyi közszolgáltató, a Túri Vár No Profit Kft.-nek a munkáját. Mellette pedig vannak olyan civilek, akik bizonyos speciális területre koncentrálnak, legyen ez egészségügy, környezetvédelem vagy hagyományőrzés. Én azt gondolom, hogy vagy akár sport, ugye most a 90 éves bányászra gondolok. Én azt gondolom, hogy ők is megmutatják azt a szeretet, ami ahol a lakosság a hasznos szabadidő eltöltésben ilyen szempontból részt vesz. És én nagyon örülök annak, hogy ezen szervezetek között nagyon jó a kapcsolat. Tehát én nem érzem azt, hogy szervezetek rivalizálnának egymással, hanem azt lehet látni, hogy ha van egy loncsosi rendezvény, akkor ott van legalább 5-6 civil. És akkor, hogyha pedig egy Rákóczi telepi, mondjuk egy plécsárda nap van, akkor ott van a másik 5-6 civil. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó összetartó erő. Ezen a településen, és további sok sikert kívánok a civileknek ez a tevékenységükhöz. A civilek bemutatkozásán kívül véradási lehetőség, népi játszóház, valamint Nordic Walking bemutató is várta a kilátogatókat, de ugyanúgy sok érdekességet megtudhattak az érdeklődők a Veszprém megyei kutatómentő szolgálatról és kutyáikról is. Vannak nálunk a rádiókon keresztül, a műholdas adóvevőkön keresztül, nyomkövetőrendszerek, hordágyak, kutyacipő, kutyahámok, tehát ezeket bárkinek nagyon-nagyon szívesen meg tudjuk mutatni, illetve ugyanúgy tudnak idejönni, és bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolunk bármire, illetve bármelyik kutyussal kapcsolatban tudnak itt tőlünk kérdezésködni, illetve simogathatják bármelyik kutyust.
Hatodik alkalommal rendezték meg Tésen a Bakonyi Vigasság elnevezésű folklórfesztivált. A nagyszabású hagyományőrző rendezvényen a tartalmas programok mellett Vásári Forgatag is várta a településre látogatókat. A hatodik Bakonyi Vigasság délutáni programjai a Lajti Band vezette, felvonulással kezdődött. A menet mögött a falu egy-egy helyszínén megálló lovasok és táncosok hevítették a hangulatot. Az idei fesztivált Balla Zoltán emlékének szentelték a szervezők. Az egykori néptánctanárt mind a fellépők, mind pedig a vigasságra látogatók jól ismerték, hiszen sokakat oktatott közülük. Az eső miatt a lovas bemutató sajnos elmaradt, a délutáni színpadi produkciókat pedig beköltöztették a művelődési házba. Ide látogatókban úgy néz ki, hogy talán közelítünk az 5-800 fő közötti, ami tavalyi évben is volt. Azt nem tudom megjósolni, hogy a mai napon átléptük ezt a 800 főt, mint a tavalyi évben. Talán az eső azért el is tántorított sok embert. Mondjuk a környékből, akik érkeztek, mindenki azt mondta, hogy a környezetelepéseket Várpalotán is ragyog a nap, 30 fok van, szóval elindultak föl, és így szembesültek az esővel, szóval nem volt visszatartó erő igazándiból úgymondván az eső. A 2017-es Bakonyi Vigasságok fővédnöke, gróf Nádasdi Borbála örömmel vállalta a felkérést. Rendszeresen ellátogat a tési író-olvasó találkozókra, de a helyi néptánc csoportot is jól ismeri. A grófnő nagy híve a magyar néptáncnak és a hagyományok ápolásának. Nagyon sokat tanultam ebből még akkor, mikor nyugaton balettmester voltam, és nagyon ismerem ezeket a táncokat, Erdélybe is jártam, itt-ott, amott, és azon kívül, mikor mi itthon voltunk még, ugye a múlt századnak az elején, mi ezt még műveltük, mert hát a Bucsukba ezeket táncolták, és a Bakonyba táncoltak mást, mind Erdélybe, vagy máshol, de ez nagyon, nagyon is műveltük, és én ezt ismerem, és azt hiszem azért, mert nagyon tisztelem, és épp azt, hogy ezek a hagyományok annyira magyarok, és annyira máshol nem művelik már, és itt újra művelik, és ilyen csodálatosan, természetesen elvállaltam, sőt, nagyon is büszke vagyok, hogy ez a Tésre meghívtak, mert ez egy csodálatos előadás, és az ember úgy nézi a fiataloknak az arcát, azt mondja, hogy milyen nagy a remény. A Bakonyi Vigasság bemelegítéseként délelőtt főzőversenyt tartottak a művelődési ház kertjében. Alig készültek el a különböző finomságok, már sokan álltak értük sorba. A paprikás krumpli és a gulyás mellett nagy sikere volt a cigánylecsónak is. A hamisítatlan cigánylecsó rengeteg szavtal és erősen fűszerezve készül. Az étel attól is különleges, hogy húst is tesznek bele. Most csirkecomb került a bográcsba. Ez kötelező elem, hogy ilyen jó szaftos legyen, így van, mert egyébként így adja meg az ízét, és ez ilyen pikánsabb, a hagyományosabb lecsóhoz képest. De ez mellé igazából dukál még a cigánykenyér is, ami nem másból áll, annyi, hogy élesztő liszt és vízzel csinálják meg, és jól meg kell, jó erősen meg kell gyúrni, fel kell gyúrni, ahhoz, hogy olyan állaga legyen, mint ami ennek látszik is. És természetesen itt is szívvel, lélekkel kell ugyanúgy dolgozni. A cigánylecsó sikerét jelzi, hogy hamar kiürült a kondér. Az egész napos programon ismerkedni lehetett régebbi korok hagyományos szakmáival is. Akik különleges lekvárokra, szörpökre és mézre vágytak, azok vásárolhattak a kézműves portékákból is, melyekből bőséges választék volt a sátrakban. Itt anya erről leveszi a sivát,
jó? Ti meg próbáljátok meg a szögeket szétszedni, jó? Tehát erőltetni, feszíteni nem szabad, csak egy laza mozdulattal minden lejön, meg szétjön, jó? És ugyanúgy vissza is kell rakni. Mindeközben az iskola udvarán a gyermekek hagyományos játékokkal ismerkedtek. A művelődési házban pedig a tradicionális magyar népviseletekből nyílt kiállítás. Székely, torockói és galgamenti ruhákat is megtekinthettek az érdeklődők. A gyűjtemény legdrágább darabjai a kalotaszegi és a sárközi viselet. Lehet varratni is, lehet venni is. Én jobban szeretem, elmegyek Erdélybe, vagy az adott dialektusba, a helységre, jellegzetes faluba, és megveszem az öregektől, vagy hát van úgy, hogy megkapom, az nagyon megható dolog van, amikor megkapom, ha tudják, hogy gyűjtő vagyok, és hogy vigyázni fogok rá, ha jó célért megy. Volt olyan is, volt, amire alkudni kell, piacon, például van a galgamenti ruhám, a Turai lány, őt a Turai piacon vettem, és ezért ez is egy nagyon nagy élmény volt, meg hát tudom, hogy onnan van, biztos vagyok benne. Lehet varratni is természetesen, másolatokat is lehet, tehát hogyha van egy eredeti viselet, és akkor azt mondom, ilyet szeretnék, akkor megvarják, vannak nagyon híres viseletkészítők így az országban. Délután kezdődött a gála műsor, melyen sok hagyományőrző együttes lépett fel. Felvidékről a Berkenye, Várpalotáról pedig a Cserregő és a Lurkó Kuckó óvoda néptáncosai adtak műsort. Fótról a Népművészeti Szakgimnázium növendékei érkeztek, főként küküllőmenti táncokkal. Többször vettem már részt ilyen felvonulásokban, és számomra ezek mindig egy szép élményt hoztak. Most ez, hogy jött ez a kisebb vihar, szerintem ez is olyan hangulatos volt. A nem várt eső ellenére sokan érkeztek, és kísérték figyelemmel a Bakonyi Vigasság tartalmas programjait. Két kórus állt színpadra az idei Ney Dávid hangversenyen. A Jó Szerencsét Művelődési Központban tartott esemény résztvevőit Kámpánári Talabér Márta polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a város 1961 óta állít emléket a rangos eseménnyel a várpalotai születésű Európa szerte ismert operaénekesnek. Most néhány perc erejéig újra felelevenítjük a hangverseny legszebb pillanatait. Ney Dávid 1842-ben született Várpalotán. Híres volt nagy terjedelmű, érzékeny baritonjáról, meggyőző színpadi játékáról és művész kultúrájáról. Szinte bármilyen hangjához illő szerepkörben otthonosan mozgott. A város 1961 óta állít emléket a rangos eseménnyel az Európa szerte ismert operaénekesnek. A Ney Dávid hangverseny a város egyik legrégebbi élő kulturális értéke, hiszen 1961 óta kerül megrendezése.
minden esztendő áprilisának végén, így állítva emléket a város híres szülöttének, aki Európa szerte, de különösen a német nyelvterületen vált híres operaénekessé. Az elmúlt 56 évben több ezer gyermek és fiatal fordult meg és énekelt a Ney Dávid hangversenyen, hirdetve a zene szeretetét. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza, mondta Kodály Zoltán. A nívós eseményen Ney Dávid életét és munkásságát a Rákóczi telepi tagiskola tanulói elevenítették fel. Ezt követően a zenéjé volt a főszerep a művelődési központban. Az 56. Ney Dávid kórus hangversenyen 12 helyi, illetve környékbeli kórus állt színpadra. Velünk forog ez a föld, velem mégis helyben áll. Thank you.
A hangversenyt ezúttal is közös éneklés zárta. Józsa Eleonóra zongora kíséretével a résztvevő kórusok előadásában a Gerencséri utca című népdal csendült fel a Művelődési Központ színház termében.